Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szekszárd közbiztonsága továbbra sem tartozik a bűncselekmények miatt veszélyes települések közé a Tolnai megye székhely. Munkaerőpiacra szabott szakképzés, kevesebb alapképzés, több rövidebb tanfolyam lesz 2020-tól. Segítség, akadálymentes parkolót alakít ki a szekszárdi önkormányzat. Példát mutatnak, Gerjenben még a fecskefészkekre is odafigyelnek az iskolát felújítók. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A bűn városaként írt néhány hete Szekszárdról egy újságcikk. Az írás azt állította, hogy a Tolnai megye székhelyen volt tavaly a legtöbb lezárt nyomozás. Ezt a helyi kapitány sem vitatja, Pirisi Gábor viszont azt mondja, egyáltalán nem mindegy, hogy az emelkedés falfirkák, vagy például súlyos testi sértések miatt következette be. Előbbiből egyébként tavaly nagyjából 150-et regisztráltak Szekszárdon. Matricára firkált felirat a szekszárdi Babics Mihály Kulturális Központ ajtaján. Három férfi rongálta meg összesen több mint 50 alkalommal ilyen és ehhez hasonló falfirkákkal a Tolnai megye székely közintézményeit. Tettükért 51 rendbeli rongálásért kell hamarosan bíróság elé állniuk. Ezen kívül még nagyjából 100 rongálás miatt indult ügyön dolgoztak a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai tavaly, míg korábban ilyen bűncselekményekből mindössze hozzávetőleg 50-et regisztráltak évente. Jól mutatja ez a példa, hogy mitől nőtt a Szekszárdon regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban. Ezt mondja a helyi rendőrkapitányság vezetője. Pilisi Gábor szerint az erről néhány hete megjelent újságcikk nem vette figyelembe, hogy milyen típusú szabálysértésekből regisztráltak többet. Nem arról van szó, hogy több vagy sok elkövető különféle rongálásokat követett el Szekszárdon, megrongálták a buszpályaudvart, közintézmények ablakát verték be, autókat karcoltak meg, vagy tettek tönkre, mert az azért más megítélés alá esne, ilyen történt volna, de nem. A rongálások a kiemelt bűncselekmények közé tartoznak, vagyis ezek megjelennek az összes bűncselekmény, a közterületen elkövetettek és a kiemelt bűncselekmények között is. Egy-egy ilyen rongálás sorozatát óriási tud rontani az éves statisztikán. A szekszárdi rendőrkapitányság vezetője szerint ráadásul ahhoz, hogy helyes következtetéseket lehessen levonni, nem lehet egyetlen évet kiragadni, ehelyett rendeket érdemes elemezni. Ha több éves viszonylatban nézzük a szekszárdi rendőrök munkáját, akkor sok bűncselekmény típus csökkenő tendenciát mutat. A vagyon elleni bűncselekmények, amelyek a lakosság magánjavait érinti, visszahúzódóban vannak, lopások is. Nem beszélve arról, hogy a súlyos megítélésű rablás bűncselekménye, amely egyszerre vagyon elleni, egyszerre személy ellen is, ebből egy történt. Mutatjuk ábrákon is, hogy alakult néhány bűncselekmény típus több éves viszonylatban Szekszárdon. Ezen a diagramon látszik, hogy 2015 óta folyamatosan csökken a lakásbetörések száma. Ezzel szemben a nyomozások eredményessége évről évre nő. Ezt jelöli a vékonyabb sárga csík. Hasonló a helyzet a testi sértésekkel is. Ezekből 2016 óta van egyre kevesebb, míg a felderítésük ez idő alatt 87-ről közel 99%-ra nőtt. A szekszárdi rendőrkapitányság egyébként a megoldott bűncselekmények számát tekintve a megyei jogú városok kapitányságait rangsoroló listán a legjobbak között szerepel. Várhatóan egy új és korszerűbb rendszert állítanak fel szakoktatásra 2020-tól, az országos képzési rendszer, vagyis az OK és képzések mai formája megszűnik. A tervek szerint a jövő évtől jobban elkülönülnek egymástól a széleskörű szaktudást adó alapképzések, illetve a tanfolyam jellegű rövidebb képesítések. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy véli, így a képzések hatékonysága, piac képessége is nő majd. Készül egy prémium kategóriájú autó háttámlája az egyik bonyhádi gyárban ezen a tavalyi felvételen. 2020-tól többek között ezen járműipari munkakörhöz szükséges végzettséget már nem fogják oktatni, legalábbis nem úgy, ahogy eddig tették. A kormány átalakítja a képzési rendszert, jövő évtől megszűnik az országos képzési jegyzék, a helyébe pedig egy új rendszer lép. Ez többek között azt eredményezi, hogy jóval kevesebb alapképzés lesz. Technikusi szinten pedig összevonnak több szakmát,
munkát a gépjárműipari és elektronikai ágazatban. Utóbbi ágazat 40 OK és alapszakából mindössze 7 maradna. Ezeket a szakmákat nappali képzésen, vagy felnőttként esti tagozaton lehet majd megszerezni. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, jelenleg 500 és 700 között van az OK és képzések száma. Ez fog drasztikusan csökkenni 2020-tól a tervek szerint. A szakmák közül 170-180 bekerül az alapképzésekbe, és ezt iskolai rendszerbe tudják oktatni, a többit meg felnőtt oktatás vagy képzés területén. Ezzel nincs is gond talán, mert ma is egyre jobban áttolódik az oktatás a felnőtt képzésre, mert rövidebb időtartalom alatt lehet képezni, és gyakorlatilag menet közben is már ugye dolgozik az illető, és valamilyen szakmát kaphat. Vagyis jövő évtől jobban elkülönülnek egymástól a széleskörű szaktudást adó alapképzések, illetve a tanfolyam jellegű rövidebb képesítések. A felnőtt képzés időtartama jelenleg is rövidebb, mint az iskola rendszerű, viszont ezt még tovább szeretnék kurtítani. Fischer Sándor szerint a változások azt eredményezhetik, hogy sokkal rugalmasabban tudnak reagálni a képzések a munkaerőpiaci igényekre. Gyorsabban lehet alkalmazkodni a kihívásoknak. Azt jelenti, hogy ha változik az igény, újabb szakmai igények lépnek fel, gyorsan át lehet képezni a hallgatókat. A szakképzés mind a 19 ágazatában zajlik a szakmák újraelosztása. Várhatóan idén őszre készülnek el az átalakításhoz szükséges rendeletek és jogszabályok. Harmadával nőtt a diákhitel kettőt igénybevevők száma egy év alatt, közölte a Diákhitel Központ. Az adatok szerint majdnem minden negyedik önköltséges képzésben részesülő diák felveszi a diákhitel kettőt, amit kizárólag a tandíjak fedezésére lehet fordítani. A konstrukcióval a legnagyobb arányban a gazdasági és pénzügyi szakos hallgatók élnek. Több mint 3 millió forintból készült el 8 darab új parkoló Bonyhádon a Fáj lakótelepen. Az autók a helyiek elmondása szerint korábban is parkolásra használták a 25-ös szám előtti füves részt, az önkormányzat mostanra viszont rendezetté tudta tenni a területet. A kivitelezést a város cége, a Bonicom Kft. Végezte. Az autók számának emelkedése miatt még mindig többen kényszerülnek a zöld területeken hagyni járműveiket. Több parkolót viszont már csak a forgalmi rend átszervezésével lehet kialakítani a lakótelepen. Az önkormányzat nyitott a bővítésre, de ehhez a lakóközösségek beleegyezésére, kompromisszumkészségére is szükség van. Több helyen kell a Fájin parkolóbővítést elvégeznünk. Tavalyi évben során, vagy már tavaly előtt a Fáj 26-os előtt is sikerült parkolót építenünk, de a Kolta 31-33 mögötti parkolókat is kialakítottuk. Hát és még jó pár parkolót kell majd csinálni, de mindig arra figyelve, hogy a zöld területek száma azért annyira ne csökkenjen le. Akadálymentes parkolót alakít ki a Szekszárdi Veselényi utcában a helyi önkormányzat. Erről legutóbbi ülésükön döntöttek a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagjai. A területen nemrégen új parkolókat adtak át, a helyiek pedig most azt kérték, a városháza munkatársai jelöljenek ki táblával egyet, amit csak mozgáskorlátozottak használhatnak. Új parkolóhelyek létesültek, és ott ez tulajdonképpen a kórház mellett, ahogy bemegyünk, ott a társasház előtt létesültek új parkolóhelyek, és hát egyébként is rendelet is előírja, hogy X számú parkolóhoz tartozóan kell egy mozgáskorlátozottat is kijelölni. Most egy kérelem volt, és ezt teljesítettük is természetesen, hogy kitáblázva kialakítunk egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet. Szokatlan tetre szánta el magát a Gerjeni iskolát felújító építőipari vállalkozó. Úgy döntött, hogy nem hagyja figyelmen kívül azokat a fecskefészkeket, amiket a homlokzaton találtak az épület felújítása során. Utána jártak, miként lehet azokat eltávolítani annak érdekében, hogy a beruházást is meg tudják valósítani, és a fecskéknek is legyen hova visszatérniük. A Magyar Madártani Egyesület szerint példaértékű ez a kezdeményezés, különösen annak fényében, hogy a Molnár fecskék 65%-a eltűnt az utóbbi években.
Óvatos, de szakszerű mozdulattal szedte le az egyik fecskefészket Tóth István, a Magyar Madártani Egyesület szekszárdi kirendeltségének munkatársa a Gerjené iskola homlokzatáról. Azt mondja, ritka, hogy egy építőipari vállalkozó foglalkozik a természetvédelemmel, de nagy szükség van a szemlélet formálásra, mert az utóbbi években drasztikusan csökkent a fecskék populációja. 45-60% között tűntek el az elmúlt 20 évben a fecskállomány, tehát ennyivel kevesebben vannak. Ezek élőhely változások is bekövetkeznek. A szakember úgy véli, a fecskék elsősorban azért tűntek el, mert nem tudnak hova fészkelni az építkezési szokásaink modernizálódásával. A sok betonozott út miatt nem találnak elegendő sarat a fészek építéshez. Az istállók kiürülésével és a növényvédőszerek miatt pedig a táplálékforrás is megcsappant. Továbbá a szélsőséges időjárás sem segíti a madarak életben maradását. Az ember tehát sokat tehet a fecskék megmentése érdekében, így gondolta a Gerjené iskola felújítását végző építőipari vállalkozó is. És a munkavégzés közben ugye már feltűnt egy ideje, hogy itt fecskefészkek vannak. Ugye, ami a helyzetet nehezítette, hogy ugye költési időszak volt, ezt mi magunk is tudtuk, illetve hát az első percben bevontunk szakértőket, és a Madártani Intézet munkatársai jelezték, hogy költési időszak végét meg kell várjuk. Németh Zoltán azt mondja, miután meggyőződtek arról, hogy a fecskefészkekből a madarak kirepültek, beszerezték a járási hivatal környezetvédelmi osztályának engedélyét a fészkek eltávolításához, amiket műfészkekkel pótolnak majd. Az esemény példaértékű mind a természetvédelem, mind az összefogás szempontjából, mondja a település polgármestere. Nagyon jó példát tudunk mutatni a gyerekeknek, és talán nap mint nap, hogy jönnek be az általános iskolába, majd akkor megcsodálhatják ezeket a mesterséges fészkeket. Pedagógusok pedig el tudják mondani, hogy miért van szükség a természetünk védelmére, és miért kell a fecskékre ennyire figyelni. A kivitelező cég vezetője azt mondja, a Gerjené iskola 50 millió forintos energetikai korszerűsítése a plusz feladatok ellenére várhatóan a tanévkezdésre befejeződik. Szurkolói ankéton mutatták be a Paksi FC régi új vezető edzőjét és labdarúgóit a bajnoki szezon megkezdése előtt. Tolna megye egyetlen élvonalbeli labdarúgó csapatának legfontosabb célkitűzése továbbra is az NB1-es tagság megtartása és emellett minél jobb eredmény elérése. Stabil csapatként, alázatosan és szerényen, de profi módon működjünk a OTP Bank Liga 2019-2020-as bajnokságában. Bognár Péter szakosztály elnök ezeket a célokat tűzte ki a szombaton kezdődő szezonban. Továbbra is csak magyar játékosokkal szeretnék ezt elérni. A 6 hetes felkészülés alatt 9 edzőmeccset játszottak. A 6 győzelem és 2 döntetlen mellé egy vereség is becsúszott az utolsó felkészülési meccsen. Tudom, hogy elvárás növelnek ez a 9 meccs után, de én csak azt szeretném mondani, hogy jó úton haladunk, hogy sokat megcsináltunk, de ugyanannyi még van. Szóval sok munka vár még, hogy legyünk olyan, amit én szeretném. A 6 év után a Paksi kispadra visszatérő vezető edző és játékosaik eredményre éhesek. Az ügyvezető a célokat illetően óvatosan fogalmazott. Majd egy 10 fordulóval a bajnokságnak az eltelte után, amikor nagyjából lemegy az első kör, akkor én azt gondolom, hogy akkor már lehet látni, hogy hova valók vagyunk. Biztos, hogy erősebbek lettünk, komoly játékosok érkeztek hozzánk. Böde Dániel a Ferencvárosból 7 év után igazolt vissza anya egyesületéhez. A Paks vezére motorja lehet. A hangulat az tényleg kiváló. Ugye csak magyar játékosokból állunk, egy a nyelv, egy a cél. Úgyhogy mindenki nagyon motivált, tényleg. Öröm az jönni nekem is. Holzer Ádám kapus is a Fradiból igazolt az Atomvárosba, míg a 23 éves Osváth Attila a Puskás Akadémiától érkezett a Paksi védelembe. Haraszti Zsolt ügyvezető arra is kitért, hogy az augusztus végi átigazolási időszakban még lehet játékos mozgása a Paksi keretben. A stadion építésről Balog Judit ügyvezető elmondta, jó ütemben halad. A Paksi FC szombaton Kisvárdán kezdi meg a bajnoki menetelést. Első hazai meccsük augusztus 10-én a budapesti Honvéd ellen lesz a Fehérvári úti stadionban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. A Szántóföldtől az asztalig pénteken kezdődik a 26. Szent Lőrinci gazdanapok. Megfizette az 1 milliós kárt, nem büntetik meg az autókat rongáló pécsi nőt.
önkéntesség, összefogással tisztítottak meg egy elhanyagolt területet Balatonszéplak felsőn. A szántóföldtől az asztalig, ez a mottója a Szentlőrinci Gazdanapok esemény sorozatának. Idén augusztus 2. és 4. között mutatják be a mezőgazdasági termeléshez szükséges gépeket, eszközöket, a helyi élelmiszereket. A növénytermesztés mellett állatbemutatókkal, fiatal mezőgazdás tanulók versenyével várják a látogatókat. A kiállításon szakmai előadásokkal is várják a gazdákat, erről is beszélt kihelyezett stúdióműsorunkban a főszervező képviselője. Pénteken kezdődik a 26. Szentlőrinci Gazdanapok rendezvény sorozata. A programokról, a mezőgazdasági szakkiállításról beszélgettünk a főszervező képviselőjével. Az idei évben rekordot döntöttünk a kiállítók számát tekintve, több mint 430 kiállító vesz részt. 8 hektáros területünk van, tehát a terület a maga nagysága az adott. Azon belül csak struktúra átalakítással tudtunk még helyet biztosítani az egyre nagyobb igényeknek, ami jelentkezik mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar is, mind a helyi termelők részéről. Közel 800 kis állat kerül kiállításra az idei évben, úgyhogy nagyon fajta gazdag lesz idén is a kisállat kiállítás, ami egyébként a gyerekek kedvence. Így igazi családi program lehet egy látogatás a Szentlőrinci Gazdanapokra, amely péntektől vasárnapig fogadja a közönséget. A Szentlőrinci Gazdanapok keretében idén is helyet kapott a Nemzeti Vágtasoron következő előfutama. A vasárnapot, az előfutam napját a szigetvári Zrínyi vitézek bevonulása és a siklósi huszárok hagyományőrző és trükklovas bemutatója nyitja, amelyet a Szentlőrinci Vágta követ. A versenyen rajthozának a terület legkiválóbb lovasai és lovai, hogy megívják a csatát a budapesti döntőn való indulás jogaiért. Az izgalmasnak ígérkező lovasversenyt traktorosok ügyességi versenye és a pécsi Magyar Szabja Iskola előadása teszi változatossá. Jelentős a forgalom a Bói Ipari Parkba vezető 295 millió forintos beruházással elkészült, mintegy 2 kilométer hosszú elkerülő úton, így a beruházás sikeresnek mondható, közölte a település polgármestere. Az elkerülő út márciustól van használatban. Az út építésére és egy iparcsarnok kialakítására nyert pályázatot Bói önkormányzata topos forrásból. Az ipari park fejlesztése és az elkerülő út megvalósítása együtt szerepelt a győztes pályázatban, amire 800 millió forintot kapott az önkormányzat. Két főegység volt, az egyik főegység egy kerülő út, a ipari park megközelítése egy több mint 2 kilométeres út, a másik pedig egy ipari csarnoknak a felépítése. Eléggé sikeresek vagyunk ebben, mert viszonylag gyorsan tervekkel rendelkeztünk, elképzelésekkel rendelkeztünk, és ez meg is valósult. A beruházás gyakorlatilag még nem zárult le természetesen, tökéletesen. Még apróbb műszaki elszámolások vannak, de működőképes az út az már februárban elkészült, és azóta igen nagy forgalom van rajta. Meglepődtünk rajta, hogy micsoda kamionforgalom van, ami ki lett tiltva most Bói belvárosából, és gyakorlatilag kerülő úton lehet itt tovább menni, illetve az ipari parkot megközelíteni. A pécsi járási ügyészség megszüntette a büntető eljárást annak az idős nőnek a büntető ügyében, aki 2018 tavaszán és nyarán gépkocsikat rongált meg Pécskertvárosban. Az asszony az útjában lévő gépkocsikon úgy állt bosszút, hogy kulcscsomójával megkarcolta azoknak az autóknak a karosszériáját, amelyek mellett elment. Az említett módon az idős nő 15 autót rongált meg, és ezzel összesen több mint 1 millió forint kárt okozott. Mivel a gyanúsított vállalta a kár megtérítését, és ehhez a sértettek is hozzájárultak, közvetítői eljárásra került sor. Az idős nő ennek keretében a vállalt jóvátételt megfizette a sértetteknek, és tőlük elnézést is kért, ezért büntethetősége megszűnt. Önkéntesek tisztítottak meg egy elhanyagolt területet Balatonszéplak felsőn. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a városrészre. Az akció még nem ért véget, a jövőben folytatják a problémás utcák rendbetételét. Ezeken a képeken jól látszik, hogy a Balatonszéplak felsőn található Siófok út és a Csongor utca kereszteződésében szinte teljesen ellepte a gazajárdát. Az elhagyatott épület területéről kihajló bokrok miatt pedig lehetetlen volt közlekedniük itt a gyalogosoknak. Ezt a látképet unták meg a környékbeli lakosok.
rálógott a járdára a bokor, nem lehetett elmenni, se a fáktól, se a bokroktól itt nem lehetett közlekedni. Ez abszolút elhanyagolt terület volt. Az itt élők úgy érzik, hogy nem kap elég figyelmet Balatonszéplakfelső. Sok a gondozatlan, elhanyagolt terület. Annak ellenére is, hogy évente több ezer turistát lát vendégül a városrész. Egy Balatonszéplakfelső az mindig egy kicsit mostoha gyerek volt. Tehát a városnak a közepe az azért jobban figyelemmel van kísérve, és nálunk mindig úgy érezzük, hogy mi egy kicsit szélén vagyunk ezeknek az elég dolgoknak. Nyári Sándor az elhagyatott épület szomszédságában él, mint mondja, gyakran kétes alakok is megfordulnak itt. Az a szomorú tapasztalat, hogy most június 1-ig őrizték, hát egy őrzővédő Kft. Őrizte ezt, addig nem volt semmi probléma, de most sajnos... A környéken élők összefogásának köszönhetően a részt néhány óra alatt megtisztították. Én még ennyire spontán és rugalmas együttműködéssel nem is tapasztaltam. Ez történt pénteken, és ő hétfőre meghirdette azt a dolgot, hogy hétfőn akkor gyorsan rendbe teszik. Katasztrofális állapotok üzen, nem lehetett lemenni. A kezdeményezést Gencsi Attila önkormányzati képviselőjelölt hívta életre, mint mondja, akad dolguk bőven. Kicsit körbejártam a területet, és azt vettem észre, hogy délutáni időszakban a strandról hazafelé tartó vendégek az úttesten közlekedtek, mert ebből az ingatlanból a bokrok annyira kilógtak a járdára, hogy egyszerűen nem lehetett rajta közlekedni, és ez nagyon bántotta az én szememet, tele volt az árok szeméttel, fákat rendbe raktuk, sövényt lenyírtuk, összetakarítunk. Feltettem a Facebookra ezt a történetet, ezt az esetet, és nagyon gyorsan reagáltak rá többen, hogy jönnek és segítenek. A tervek szerint az önkéntesek munkája tovább folytatódik, hiszen Balatonszéplakfelsőn még bőven akad elhanyagolt gazos terület, de van olyan rész is, amelyet illegális szemétlerakóként használnak. Július 22-én kezdték meg a felkészülést a PVSK kiemelt korosztályai. Szerda délelőtt az U12 és az U13-as csapat együtt készült, hiszen a legjobbak részt vesznek a PVSK centenáriumi nemzetközi labdarúgó tornáján hétvégén. Edzenek a fiatal labdarúgók, fontos szezon vár rájuk, hiszen mind az U12-es, mind pedig az U13-as gárda az NB1-ben szerepel. 17 éves korig a nagypályás csapatok utánpótlás szekció vezetője, Rónai István, aki összesen 175 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, visszavonulása után pedig edzőként tevékenykedett Zalaegerszegen és a PMSC-nél is. Életének egyik legszebb korszaka a PVSK-hoz köti, mind edzőként, mind pedig szakmai igazgatóként. A 12 és az 13-as korosztály az egyrészt nálunk kiemelt, mert NB1-be szerepelnek. A 14, 15, 17 és 19-es ugye szintén a nagypályásokhoz tartoznak, és az a jó hír, hogy tavaly mindössze ezekben a korosztályokban 10 csapat volt, most 14 lesz, tehát egy sokkal magasabb színvonalú bajnokság lesz ez, és hát is ugye nyilván itt időben el kell kezdeni a fölkészülést. A Pintér Tibor vezette mostani U13-as csapat a tavalyi szezont a Danon kupán elért harmadik helyezéssel koronázta meg, ráadásul akkor a PVSK két díjat is bezsebelt. A torna legjobb kapusa Holenka Márton lett, a gól királyi címet pedig Husznai Marcell szerezte meg. Jelen pillanatban az U12, illetve az U13 vegyesen fog edzeni a mai edzésen. Egy múlt héten kezdődtek az edzések. A cél hát az NB1-es indulásban, szeretnék minél jobb eredményt elérni. Hétvégén lesz egy nemzetközi tornánk, és arra is akarunk egy picit készülni, kicsit megnézni, hogy milyen ez a nagypálya, minél több mérkőzést játszani, hogy rutinosabbak legyünk szeptemberre. A PVSK centenáriumi nemzetközi labdarúgótorna augusztus 3-án szombaton lesz. A délelőtti csoportmeccseket két pályán párhuzamosan játsszák majd a csapatok. Délután a 7. helyért vívott mérkőzés a szomszédos Peac pályán lesz, míg az 5. helyért és az érmekért vívott találkozókat a PVSK pályán rendezik. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Szekszárd közbiztonsága továbbra sem tartozik a bűncselekmények miatt veszélyes települések közé a Tolnai megyeszékhely. Munkaerőpiacra szabott szakképzés, kevesebb alapképzés, több rövidebb tanfolyam lesz 2020-tól. Segítség, akadálymentes parkolót alakít ki a szekszárdi önkormányzat. Példát mutatnak, Gerjenben még a fecskefészkekre is odafigyelnek az iskolát felújítók.
Pénteken változó napsütésre, füllett meleg időre van kilátás, majd egy hideg frontnak köszönhetően késő este és éjszaka kiterjedt, heves esők, felhőszakadásokkal, esetenként átmeneti jégesővel is kísért zivatarok kialakulása várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, viszontlátásra!